A diákok divatbemutatójával kezdődött a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium idei pályázati kiállítása. A tárlat a 14. a sorban, az eseménynek pedig 8. alkalommal ad otthont a Váci Mihály Kulturális Központ. A művészet és diákok másodévtől készíthetnek pályamunkát a felhívásra. A legjobbak képzőművészeti és iparművészeti kategóriákban rangos elismerést vihetnek haza. 9 díjat adunk át, ebből 2 Universitas gyűrűt, ehhez társul egy ezüst gyűrű, egy latin feliratú vésett van benne, Peres per ad astra, rögös az út a csillagokig. Ezt olyan pályaműnek ítéli oda a zsűri, akiknek a munkája már megállná egy egyetemi környezetben a helyét. Mellette ezt adjuk az ipar és a képzőművészeti kategóriában is, a további díjakat is a 2 kategóriában, 3-3 díj, első, második, harmadik helyezett lehet, illetve adunk egy közönségdíjat. Itt található a kiállítás ideje alatt egy közönségláda, mellette fecnék, ezen lehet megjelölni, és hogy véget ért a kiállításunk, összegezzük, és kapja meg a díját a delikvens. Itt nem csak a díjak számítanak. Ez az esemény a diákok és a tanárok számára is különleges közösségépítő alkalom. A pályázati kiállítás a Művészeti Szakgimnáziumban mindig különleges szerepet foglal el a diákok életében. Éppen ezért a diákoknak is nagyon fontos, hiszen ebben a formában számot tudnak adni, és itt helyben tudnak számot adni a diáktársaik, a tanáraik előtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy gyakran megható és fontosabb a számukra az itteni díjazás, mint egy országos vagy egy nemzetközi díjazás. Nem akarom ezt leszólni, de amikor így egymás között vagyunk, akkor és egymást értékeljük és támogatjuk, az mindig közösségalkotó és mindig nagyon bensőséges. A műfaj skála széles. Festészet, szobrászat, kerámia, grafika, illetve divat és stílus kategóriákban is készültek alkotások. Ezeket minden évben mások zsűrizik, az ítészeket pedig felsőoktatási intézményekből választja az iskola. Idén Kondor Edit iparművész, a Moholy Nagyművészeti Egyetem docense, Ferenci Zsolt festőművész, az Eszterházi Károly Egyetem docense, valamint Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója zsűrizett. Általában véve elég izgalmasak, sőt, némely munka meg nagyon izgalmas. Hát ennek az egész kiállításnak az is a célja, hogy megmutassa a fiatal, lassan pályakezdő művész palántáknak, hogy milyen szintet kellene elérni ahhoz, hogy egyetemen folytassák a tanulmányaikat. És hát mondhatom, hogy akár az iparművészeti, akár a képzőművészeti részen jó néhány olyan munkát találunk, láthatunk, amelyek valóban megütik azt a szintet, amely már a felsőoktatásba vezet. Idén iparművészeti kategóriában Klimczuk Krisztina, képzőművészeti kategóriában pedig Kovács Petra vehetett át Universitas gyűrűt. A pályázati kiállítás május 5-éig megtekinthető a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában.